Ez aztán jó? No! No, ezt nézzétek! Még a semmin is lecsúsztam a Roblox Social Choose the ahol nem más, mint egy waterparkot kell építeni, lényegében már megint este lett ez most komoly. Körülbelül 3 percig volt nappal, már megint legalább használjuk a lámbákat, hogyha már megvették. ugye ez a második része, srácok, a videó sorozatnak, de hogy ez is tetszeni fog nektek. Lényegében gyűjtögettem egy csomó pénzt, itt meg mindjárt 40 ezer dollárunk van. Szóval most már ezt tudjunk költögetni rendesen. Lényegében most már szeretnék még többet haladni, mint a leges, leges elő részben. Remélem, srácok, hogy ez is tetszeni fog nektek. Lényegében most ezeket fogok megvenni, de inkább nem is ezeket, most meg is gondoltam magamat, inkább a tavakat, ne, inkább a medencéket szeretném. Milyen tavak? Hát nem tavakat ki, itt medencéket csinálj, saj, ne legyél már bolond, itt medencéket fogunk csinálni, nem tavakat. Ha lehetséges, hogy ezt már úgy, ahogy kifullasztjuk, ez egy kicsit ilyen békésebb legyen, vegyünk most gyorsan, nem live gátja, csak víz kell, úgy bizony. Kis körmedence, nem az, hogy ez most már nem olyan nagyon, ö, hát bár úgy tűnik, hogy ez is Veszünk ide is featured, hát a ha, Hát egy furán kinéző Néo, ez milyen mély? Na ne szórakozz Na ne szórakozzunk ez a vizen tudunk járni, hát úgy tudjuk, hogy ez még annyira sem, sem mély, mint az előző. Veszünk ide még egy water feature-t, úgy tűnik ezért nagyon gyerekverenc, legalább le tudjuk mosni magunkra itt a nagy építkezés közben. Tudunk venni még egy ilyen water, meg tudunk venni még egy... Ú, de kifullasztuk ezt a medencét, azt kell, hogy mondja nektek. Veszünk még egy... Azta! Aha, ez ilyen gyerek megőrző hajátok. Itt a, a kisgyerekek itt fürdenek, a szülők meg itt el vannak. Lényegében már csak ezt az egyet kell megvenni, és már, már nagyon sokat haladtunk ebben a videóban, de még többet fogunk, hiszen szeretném folytatni ezt a játékmódot. Menedzser Olli, úgy bizony, de csak éljetek be, srácok. Tudjátok, hogy ez meg jó, aki sajt, aki fel van iratkozva a csatornára, az beengedem természetesen. Ő is bejött megnézni a folyamatokat, az, hogy hogyan termelődik a pénz itt a, itt a nagy vállalkozásunkban. Vegyük is meg ezt a következő dolgot. Na, jó. Itt minek őr? Véletlen iszik a gyerek belőle, az rosszul lesz, vagy miért? Hát konkrétan hogy akarnák se tudnék elsüllyedni, hiszen még a cipőn sem megy bele a víze, a maximum a talpa. Na de mindegy, én nem szólok bele, ő tudja, srácok. Veszünk hegyeket, hegyet lehet venni, na erre még kíváncsi leszel. Amúgy tök jól hallunk, csak azt nem értem meg azt, hogy miért van mindig sötét a játékban. Viszont, hogyha használjuk legalább a lámpákat, hogyha megvásároltuk, úgy gondolkozik az emberünk, vagy nem tudom. Jó! Az igen, ezt már nevezem, itt még, még bankkártyás fizetés is van, ugye lehet írni. Ah, nem lehet beérni, Gyorsan írom a pinkolok, aztán már a zöld gombot nyomja meg. Úgy bizony, meg is nyomom az zöld gombot, hiszen be is fizettem. Meg is vagyunk. 8000 dollár az nem olyan sok, szóval lesz majd egy egy nagyobb vágás ebben a videóban, amikor megint összegyűjtök egy csomó pénzt, és akkor de előtte veszünk, e, mit is? A hegyet akarom megvenni. Kíváncsi, hogy a hegy mit ad az, hogy ennyibe kerül. Ide egy nagy hegyet levág, az mi? Akkor ott a hegy teteje lesz. Hol a hegy? Ez a hegy. Na ne szórakozz ez, ez a hegy? Hát ez borzasztó. Itt bújocskázni lehet maximum, hiszen beleolvadunk. Ezért költöttem 8000-et? És ez a Max Domb nem hegy, de hát ez mi? Ó, öcsém, aztán nincs pénzem megint semmire. Na gyűjtögetek, skatcerek. Úgy szerintem néhányatoknak feltűnt az, hogy ezt a videót a másik után veszem fel, és még az első kise került, hiszen ugyanazok az emberek vannak fönt a lobbyba, de csak reménykedítők, hogy tetszik nektek az első, és ezt is fel tudom tölteni. De hogyha ezt látjátok éppen, nézitek, vagy hallgatjátok ezt a videót, akkor jó eséllyel fönt van, sőt, akkor biztos, hogy fönt van. Gyorsan meg is tudjuk venni ezt a volt. na ez vajon milyen mély lesz? Hát ezt nem hiszem el. Na, hát ez már legalább mély, azt hogy mondjam ez túlzottan is mély azt kell, hogy mondja. <gül> hát <gül> ez mit akar ez az ember? Most vagy, vagy egy centis vizet csinál, vagy olyat, amiből kizzuhar az ember? Hát ez most, ha már itt vagyunk, fölveszem azért a pénzt, hiszen ha már itt vagyunk, tényleg akkor az gyűjtsük be itt a nagy juttunkat, vagy jassunkat, hogy hogy mondják, nem is igazán tudom. Gyorsan 21.500-at összegyűjtöttünk, most már tudunk venni még egyet. Most már vegyünk szerintem a, a park, amúgy tök jól néz ki. Azt kell, hogy mondja, hogy menő menő ez a parkina. én, már kezdenék eljönni. Hogyha nem egy cent is lenne a víz, akkor talán még fűden is lehetne, de eddig is megfelel az, hogy mondjam nektek is, és, és gyorsan megveszük az alját, megveszük a falakat, húha, ez ilyen, ez ilyen bemenős. Hő, mekkora szükség. A ah, végre! Ez már derékig ér, nem csak a tetején levegünk. Zsír, van még egy medencénk, csak el ide... Hú, félre De hát így nagyjából ide ki akar jönni a semmi közepére. Most figyeljétek, itt nincs semmi, se lámpa, se egy dolog, ami ott jó lenne. Ott valaki beül a sarokba, amikor itt más jó szórakozik a fényességbe. Hát egy picit furán oldottuk meg, de mindegy, annyi baj legyen. Veszünk ide is egy kerítést. Jó, ez nagyon stílusos, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon menő. Tudunk venni még elég sok mindent. Például most az a cél, hogy vegyük meg, srácok, ezt a medencét. Én azt mondom nektek, gyűjtsünk össze egy csomó pénzt, és ruházunk be erre a medencére. Meg is nézem azt, hogy mit lehet venni lényegében. Például lehet ezt az expansion packet, most nem fogom megvenni, hiszen nem is engedi szerint. de Lehet venni falakat. Lehet menni ugye alját, lehet bele 10.000 a víz, tudunk menni ugyanígy Lifeguardot 10000 ér, ért plusz vehetünk ö, ö, hegyet, hát ö, fákkal. Gondolhatjátok azt, hogy mennyire jó lesz az megint az a hegy egy ekkora kis dombszerűség. Na de mindegy, fejlesztjük a cuccokat. Na, most már van megint 31 ezeren, de annyira lassan jön valamire a pénz. Most figyeljétek, nem tudom, most laggol-e megint a játék, vagy mi van, de alig akar termelni a pénz, és olyan nagy adatokra, vagy na, olyan nagy mennyiségekre van szükségünk, hogy konkrétan annyit kell várnom, srácok, így videóvágások között mind az állat, és elképesztően unalmas. De szerencsére most már összegyűjtöttem a pénzt, és össze tudjuk vásárolni magunknak itt a cuccokat, és megint reggel van, végre két percig, megint reggel lesz, na, hát erre kíváncsi leszek gyorsan meg is tudjuk, lámpa az most nincsen szükség, most erre sincs, gyorsan a vizet vegyük meg. Az a gond, most tudok futni rajta, hiszen megint bezuhanok így az egészbe. Vegyük meg gyorsan a vizet, remélem mindent megenged venni, csak az a baj, hogy ezek borzasztóan drága termékek, de megveszem, mind a hármat megvette a gyerek. Na ez milyen mély? ho, Ó, és sikerült, srácok, sikerült egy olyan mély ferencét csinálni, ami ellepi az egész embert. Na ez is csoda, el se hiszem, véget siker, Megint tudok bolyt. 抱我呀！ de megint 7000 -t. Azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon megérte. Veszünk még lámpát is, nagyon költekezik most a gyerek. Erre figyeljétek, egy! végre egyszer teljes testtel meg tudunk fűdeni a saját verencénkbe, hiszen eddig lusták voltunk olyan mélyre ásni azt, hogy meg tudjuk ezt csinálni, de szerencsére most már ezt is megtudtuk. Eljött az idő, hogy végre van-e a háromból egy olyan használható medencénk, amiben lehet a fűdésre is használni. Na de mindegy, megint 2500 pénzünk van, szóval megint nem tudunk költeni. Veszünk fákat, ö, bokrokat és Köveket. Nagyon jó. Ezekre tökre el tudjuk köd És még zászló is van. Egy nagyon szép amerikai zászló. Nagyon-nagyon király, ami szerintem... szerintem egy gif nem tudom, hogy miért így mozogna, de minden. Jöjjön itt, vegyünk meg a saját cuccunkat, hiszen még néhány dolgot meg lehet venni. Igaz, most nem olyan sok pénzünk van, 13400, szóval egy kicsikét várok megint, és, és újra folytatjuk. Ah, oh, megint megvan majdnem 30.000 dollár, hát nem hiszem el, srácok, most már néhány dolgot megint meg tudunk menni. Én azt mondom nektek, hogy ilyen kisebb dolgokat vegyünk, hát ez a 10 be kerül a parking lot, meg így a sidewalk, szóval ez nem mondhatni, ilyen nagyon kicsinek, hiszen már megint, már megint alig van pénzünk, itt van Omnom, hello, omnom, és itt vagyunk még egy Outsiders fanszert, tudunk venni, most már nem tudnak itt belógni az emberek, és Outside, hogy, hogy ki a szavakat, hát nem hiszem el, na de gyorsan, gyorsan, vegyük meg, mondjuk ennyi volt a pénzünk az igen, tudunk van ilyen support beam nagyon jó. Úgyhogy innen is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a Mindshown, Mindcinemán, Playten, stb. 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 rendezéken szokott nekem ajándékokat hozni, vagy rajzot, vagy édességet, vagy chipset, stb. stb. Nagyon, de nagyon jól esik nekem, hogy gondoltok rám az, hogy rajzoltok nekem az időtöket, töltitek az, hogy valami jót tudjatok csinálni, vagy hoztok egy csokit, stb. 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 Elképesztően köszönöm. Hiszen nekem, srácok, nagyon-nagyon jó érzés az, hogy ti így gondoltok rám, hogy külön valamit vesztek nekem, meg rajzoltok, tök királyra azokat szoktatok csinálni, és én mindet haza szoktam hozni, és ki tudom rakni egy helyre. Szóval nagyon de nagyon szépen köszönöm mindenki, akik csinál ilyeneket nekem. például most is egy olyan chipset ett, amit a Playten kaptam Töltök szóval tényleg nagyon szépen köszönöm mindenki, akik csinál ilyeneket nekem, amit mondtam, vagy vesz valamit, vagy rajzolt, szóval köszönöm szépen. Vegyük is ilyen pulcset, vegyük meg 8000 év, és most úgy bevásároltam, hogy már megint elment a pénzem, hát komolyan mondom, nem hiszem, mert ezért várakoztam egy csomót, hogy ilyen hamar Elköltsük, mert ez mi? Egy korlátot vettem egy korlátot vesz a gyerek, amikor föl is úszhat, tehát nem hiszem el, 12-ben kell egy ilyen high dive, ezt még ebben a videóban meg fogom venni, ja nem, két korlátot kap, vagy négyet kaptam az áráért, na, ez most meg jó vétel volt, azt mondom nektek, figyétek milyen nagyon királyú alakul most a parkú és ez a videó is szerintem tök hosszú lesz, hiszen azt az egyet még azért is meg fogom venni, tök mindegy srácok, hogy mennyi pénzem van, azt az egyet még meg is veszem, meg is van rá a pénzem, na ezt már nevezem, meg is veszem gyorsan még azt az egy látványosságot, és után Na, húzunk innen srácok, hiszen szerintem szinte kifulloztuk ezt az egész fáját, hiszen nagyon sok mindent megcsináltuk, csak annyi különbség volt, hogy például felesleges dolgokat nem fogok megvenni, ami tudom, hogy hülyeség, például a hegyet. Megvettem a hegyet. Úgy beszéltem, hogy megvettem a hegyet a beszédemre koncentráltam, srácok, és vettem egy hegyet, hát minden pénzt megjön. Ú, na végre valami jó beruházás, itt el, juhú, Ugarjuk is le, ez az, amúgy itt is ki lehet mászni, szóval nincs szükség szerint, ja, nem, nem lehet ki mászni. Is -e dolgot lehet venni, amire szerintem nincs igazán szükség, például 12 ezerért egy fans meg itt is még ilyen díszítve szóval erre nagy szükség nincs, szerintem annyi az, hogy még itt kíváncsiak az, hogy mi van, de például ez a kabána mit jelenthet, meg ilyenek, például ez 50 ezerbe kerülsz, szóval ilyet nem fogunk vásárolni, ellenben srácok szerintem tök jól haladunk, még megnézzük, hogy ezen a felén mi van a pálya itt meg át egyen súlyozunk ezen, jó az artista gyerek még ezt is meg tudja csinálni, itt még valamit lehet venni, ezt tudom, hegyet lehet itt is venni, hát olyan jó hegyet, mint meg egy slide tower, Na, ez ilyen lecsúszó talaj. Srácok, akármilyen hosszú Ez a videó, ajajaj, ajaj, akkor is Ezt meg kell, hogy vegyem, hát sajnálom Srácok, de nem bírom abba hagyni ezt a részt Komolyan mondom, hiszen szerintem nagyon jól Hallunk ebben a játékmódban, és azt még Meg fogom venni, gyorsan Fuss rajt, fuss és csináljuk, megyük is meg, vegyük is meg, itt megint meg, csak menedzserek jöhetnek be, mint tudjátok már fejből, tudjátok annyiszor jöttünk már be, ott is van a 21 000 dollár, repül a zsebünkbe a cash és meg is tudjuk venni az utolsó dolgot ebben a videóban, szerintem az a cucc még ott árulkodik, hogy lenne valami ott fönt, szerintem a slide tower nek a tetején lesz olyan valami, hogy lehetséges, hogy csak egy tornyat veszünk ennyi, azt még a slide utána meg is kell venni, nem, side support. Mi az a side support? Nem igazán tudom, hogy mi az az oldal segítség, hogy nem tudom. Meg is vettük! Ó! Ó, az anyját! Ezt már nevezem! Jaj, ne! Már itt is vannak ilyen slide -ok. 50 ezerbe kerül? Hát akkor megveszem össze a green-t. Az még 100 ezerbe? Öcsém, hát én csácok erre nekem közel sincs pénzem. A világítást tudom megvenni maximum. A side supportot. Figyeljétek a, ah, ez aztán jó. No. Na, no, ezt nézzétek. Még a semmin is lecsúsztam. Köszönöm a figyelmet, ez a videó ennyi lenne. Hogyha élveztitek, akkor nyomjatok egy hatalmas nagy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, csatlakozzatok a sajtok királyban, de úgy, hogy feliratkozzatok a csatornámra, és csekkoljátok az MC per sajtalmiszkát oldalt, hogy még az utcán, az iskolában, és otthon, és bárhol nagyon király sajtos termékekben legyetek, hiszen mint tudjátok, srácok, a sajtos 99%-a menők lesztek, mint anélkül. Na, de a következő videóban találkozunk, legyetek jók, sziasztok, sajtok!